Á, semmi. Ma nagyon jóba vagyunk az Olgával. Hát igen, most már megmondhatom. Egy hétig haragba voltunk, azért nem láttad. De ne félj, most már láthatod. Ma reggel békültünk ki. Illetve ő jött. Na, majd én. Hogy mi vesztünk össze, de mennyire tudom. Nem, hogy egy hét alatt, egy életen át nem felejteném az ilyet. Hát kérlek, múlt szombaton. Csak nem akartam szólni neked, gondoltam, minek bosszancsalak vele. Szóval múlt szombaton feljön az Olga. Semmi baja nem volt. Még röhögtünk a mancin, tudod, az esete miatt. Hát egyszer csak azt mondja az Olga, jöjjek el vele a Beck-szalomba kosztümöt próbálni. Mondom, jó van, fiacskám, de én inkább a Shrekhez mennék a helyedbe, a múltkor ízét is elrontották neked. Hát képzeld, ezt egész jó indulattal mondom neki. Én nem értem, mi ütött bele, már erre pikírtem felelt. Na hát azt mondja, nagyon csodálja, mindenki el van ragadtatva tőle, a manci is. Édes fiam, mondom neki egész nyugodtan, esküszöm, még mosolyogtam is. Akárki mondhatta, de a manci nem, mert mikor elmentél csütörtökön, még össze is néztünk a mancival, hogy rémes ez a szegény Olga, hogy vehet fel ilyet. Hát képzeld, erre egyszerre dübeljön, paprikavörös lesz is ideges, röhög a szemembe, szóval én hazudok, azt mondja, vagy a manci. Azért ne idegeskedj, mondom neki csendesítve. Hát talán csak nem akarta a szemedbe mondani, hogy köztudomású rólad, hogy nincs ízlésed. Szóval én így csendesítem, de már akkor ugrott a plafonig ízlés, üvölti gunnyal ízlés, édes fiam, azt mondja, igazán nem tudom, mi volt ízlésesebb, az én sesruhám vagy a te viselkedésed Ferivel tegnap este az urat szeme láttára. Úgy nem, nem mondom, mondom neki, de egész kedvesen még. Szóval én nem voltam ízléses a Ferivel, de legalább nem ugrottam az ölébe, mint te édesem a Gézának. Igaz, hogy nem az urat szeme láttára, csak az én szemem láttára, de hát te nagyon ízléses vagy az ilyenekben, mert ha én az uram szeme láttára csinálom, akkor nyilvánvaló, hogy ez csak egy vicc. És az uram nagyon jól tudja, hogy én a hátam mögött ilyet nem csinálok. És ha nem, akkor tévedett, mondja erre az Olga, mire már egy kicsit bosszus lettem én is. Mondom, nézd, kérlek, Olga, ezt hagyjuk, igen? Mire ő? Miért, édesem? Miért hagyjuk? Miért vagy olyan előkelő egyszerre, édesem? Erre egy kicsit hűvösebb lettem, mondom. Fiam, az előkelőséget azt nem lehet akarni, fiam. Az vagy van, vagy nincs. Na hát erre vonatkozólag azt mondja, kérdezd meg a Soltészéket, azok egész más véleménnyel vannak rólatok. Mi rólunk? Mondom, még jót nevettem is hozzá. Nagyon csodálom talán rólatok, ami kis érthető is, mert az urad még mindig nem fizette ki nekik a szőnyegeket. Az én uram, mondja az Olga, ami azt illeti, még mindig szebb, ha nem fizet, mintha más pénzéből fizet. Hogy érted ezt, kérdem én? Ezt úgy értem, mondja az Olga, hogy a férjedről mindenki tudja, hogy szeretné, ha egy kicsit szelet hámozni. Hát kérlek, erre már csak nevettem egyet. Mondom, nézd, Olga, még ha igaz is volna, mint ahogy nem igaz, még akkor is mindig érdekesebb egy nagy stílű szélhámos, mint egy olyan jelentéktelen fráter, mint a te urad. Hát ami a jelentéktelenséget illeti, azt mondja, nagyon jól tudod, hogy a te férjedről, szegénykéről milyen véleménnyel van mostanában mindenki. Hát kérlek, Olga, ezt mégse tűrhetem, nevetséges, hogy egy Purzicsán Félix felesége így beszéljen az uramról, aki mégis valaki, valaki, sziszegi Olga, valaki, a te férjedet közösséges sikkasztó. A te férjed, mondtam mosolyogva, a te férjed pedig egy vizes nyolcas, és ráadásul még ronda is. Én a magam részéről rondábbat ugyan még nem láttam a te férjednél, mondja az Olga, de hát nem is ez az ő legnagyobb baja. Hát kérlek, Olga, ezt mégse tűrhetem, de én se, mondja ő, és már az ajtóban hadonászott, és Isten áldjon meg, és ne fáradj magad délután, nem leszek otthon, és rohant ki az előszobába. Hát igen, hát persze nem is mentem egy hétig, ezt csak nem tűrhetem, hogy így beszéljen. És igazam is volt. Ma reggel feljött, bűnbánó arccal és mosolyogva, ünnepélyesen kijelentette, hogy igazam volt, és ha akarom, még bocsánatot is kér, mert a sersruha tényleg el volt szabva egy kicsit. De ehhez a mostanihoz mit szólsz? Az már más, mondtam nevetve. Ha elismered, hogy tévedtél, akkor én is megmondhatom, hogy ez a mostani nagyszerű, mert fő az igazság. Mindjárt össze is csókolóztunk, és most szent a béke, és jobban vagyunk, mint azelőtt. Délután már lesz is hozzá szerencséd. Hát akkor... Ne beszélj annyit, fiacskám, fizessél, sietnünk kell. Pincér! Pincér! Jövök!